A sajtorta az egyik kedvenc süteményem, és a családomban is mindenki szereti, el szokott fogyni az utolsó morzsa is. Ez a sütemény három rétegből és egy öntetből áll össze. A legalsó réteg egy mézes zappelyhes keksz, erre kerül rá a főleg krémsajtból álló tészta, megsütjük, majd a tetejére rakunk egy citromos krémet. És hogy még karakteresebb legyen ez a sütemény, készítek hozzá egy piros, bogyós gyümölcsökből készült öntetet is, ezzel fogom majd behúzni a torta szeleteknek a tetejét. Akkor hozzá is látunk a mézes zappelyhes keksznek az elkészítéséhez. Ezt azért csinálom saját magam, és nem vásárolok, mert szerintem különálló süteményként is megállja a helyét, kitűnő kis rákcsa, és tényleg nagyon gyorsan elkészíthető. Szükségem van 10 dekagram zappelyhelyre, ehhez hozzáadok 5 dekagram lisztet, fél kis kanál fahéjat, fél kis kanál szódabikarbónát, 5 dekagram kristálycukrot, a száraz anyagokat elkeverem, hozzáadok még egy darab tojássárgáját, 7 dekagram szobahőmérsékletű margarint és 2 evőkanál mézet. Jól kidolgozom az összetevőket. Meglisztesztem egy nyújtófát, és ezen fogom majd 2-3 mm-esre nyújtani a tésztánkat. Egy pogácsa szaggató segítségével kiszaggatjuk a kis keksz korongokat. Ebből a tészta mennyiségből 25 dekagram keksz fog elkészülni. A sajtortához nekem csak 15 dekára lesz majd szükségem, úgyhogy marad egy kis nasolnivaló is majd. A tésztát 190 fokra előmelegített sütőben körülbelül 10-12 perc alatt fogom majd aranybarnára sütni. Megsültek a kekszek, úgyhogy 15 dekagramot belehelyezek egy darabológépbe. Öntök rá 5 dekagram olvasztott vajat, és az egészet össze fogom keverni. Beleöntöm egy 22 cm átmérőjű torta formába, és a kezemmel szépen ellapítom. 190 fokra előmelegített sütőben 10 percig fogom sütni, kihűtöm, és ez idő alatt elkészítem a krémsajtos tésztát. A sajtortánk fő része lesz majd a krémsajtos tészta, ehhez szükségünk van 75 dekagram mascarpone-ra és 15 dekagram kristálycukorra. Hozzáadok 3,5 dekagram kukoricakeményítőt, 3 darab egész tojást, 2 kis kanál vaníliaaromát, 1 citrom reszelt héját. Végezetül a sajtkrémes tésztához hozzáadok 20 dekagram tejfölt, hogyha lehetséges, akkor 20%-osat használjatok. Finoman elkeverem a masszát. Kivajazom a torta formának a peremét. A megsült és kihűtött kekszre helyezzem ezt a krémsajtos tésztát. Elérkeztünk a sajtortánk megsütéséhez. Ez az egyik legérzékenyebb pontja ennek a süteménynek. Ahhoz, hogy kellően magas legyen, hogy sütés után ne horpadjon be a teteje, fontos betartanunk néhány szabályt. A sütésre vonatkozóan az időtartamokat, illetve a hőmérsékletet. Tehát én első lépésként előmelegítettem a sütőmet 200 fokra, bele fogom rakni a tortát, 15 percig sütöm. Második lépésként visszaveszem a hőmérsékletet 150 fokra, és 30 percig sütöm a tortánkat.
Harmadik lépésként kikapcsolom a sütőt, és bent hagyom a süteményünket. Negyedik lépésként, 30 perc elteltével, résnyire ki fogom nyitni a sütő ajtaját, és hagyom, hogy teljesen kihűljön a süteményünk. Hozzálátok a harmadik réteg elkészítéséhez, ez egy citromos tejfölös krém lesz. Szükségem van 20 dekagram, 20%-os tejfölre, ehhez hozzáadok 3 dekagram porcukrot, és hozzáadunk 2 teáskanál citromlevet. Az egészet elkeverem, és bevonom a teljesen kihűlt tortánkat. Készült süteményt berakom a hűtőbe körülbelül 2-3 órára, de az sem baj, ha egész éjszakát pihen. Elérkeztünk a díszítő öntetnek a készítéséhez. Szükségem van 20 dekagram piros gyümölcsre, én most fagyasztottat fogok használni, úgyhogy egy evőkannál vizet teszek majd a gyümölcshöz, és felolvasztom a mikróban pár perc alatt. A felolvasztott gyümölcsöt beleöntöm a turmix képbe, hozzáadok egy evőkanál mézet, majd az egészet összeturmixolom.